Jó reggelt kívánok itt a Startban, 7 órakor mindenkinek. Itt van már az első vendégem, Steiner Pál, a szocialisták jelöltje. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, kezdjük sokkal! Végre együtt az ellenzék, mondja, aki jó indulatú, és aki pedig nem például Magyar Nemzet, azt, hogy nagy részt engedett az MSZP az Együtt PM fenyegetésének, és mégis lett megállapodás. Aláírták az 5. kerületben a megállapodást, amelyet állítólag már előbb is alá lehetett volna írni, de húzódott. Milyen megállapodás született? Igen, ez pontosan így van. Tegnap este írtuk alá a megállapodást a Demokratikus Koalícióval és a Együtt PM pártszövetséggel, és természetesen várjuk azt, és én várom személyesen is azt még, hogy más ellenzéki szervezetek is csatlakoznak ehhez az együttműködéshez. Azt gondolom, hogy komoly tartalék van még abban, hogy a liberális párttal együttműködjünk, vagy a szociáldemokratákkal. Ha van, miért maradtak ki belőle, mert nem lehetett velük együtt aztán? Egyelőre nem jelezték a csatlakozási szándékukat, voltak előzetes megbeszélések. Most ebben a kérdésben ezzel a két erővel jutottunk el, két párttal arra szintre, hogy egy írásos megállapodást kössünk. Hogy néz ki az első három hely? Hát az első három helyet a szocialisták adják, ezt követően az Együtt PM, és ezt követően a DK. A DK-tól ki? A DK még nem nevezte meg azt a szemét, és nem is így kötöttük a megállapodást, mert nyilván egymás személyi kérdésébe nem szólunk bele. Azt rögzítettük, hogy ahol meg tudták mondani a szemét, azt rögzítettük, ahol nem, nem. Az Együtt PM-nél olyannyira meg tudták mondani a szemét, hogy Juhász Péter ugye polgármester jelölt is lesz, nem csak a lista második helyzet. Igen, de Juhász Péter egyben polgármester jelöltje lesz az Együtt PM-nek. Ebből következően neki van esélye arra, hogy a fővárosi közgyűlésbe is részt vegyen, akár megválasztott polgármesterként, akár a Együtt PM listáján. Tehát ez még egy nem eldöntött kérdés. Nekünk az volt a koncepciónk a kerületi szocialistáknak, ez nagy figyelmet is keltett annak idején, hogy csak olyan megállapodást fogadunk el, amely azt biztosítja, hogy a szocialista párt tudja folytatni politizálását az 5. kerületi helyi szervezetbe. Ez a szándékunk ezzel a megállapodással megvalósult. Meg tudnám mondani konkrétan, hogy mi, mert ez a kijelentés mit akar, mi az, amihez mindenképpen ragaszkodtak, és mi az, amiből engedtek? Például abból, hogy önpolgármester jelölt lesz-e. Ez volt a kisebbik kérdés. A nagyobbik kérdés az volt, hogy én... Ezt elengedte egyébként? Csak a mai napig is elutasítom a koordinátindulást, nagyon rossz elképzelésnek tartott. Szerintem hibás a Szigetvári Viktor által vezényelt Együtt PM-nek ez a politikai koncepció, de miután én csak az 5. kerületben rendelkezem illetékességgel, ezért a társaimmal együtt ezt az indulást elutasítottuk, nálunk semmilyen koordinátindulás nincs. Közösek a jelöltek az egyéni választókerületekbe, és értelemszerűen közös a lista. Ez volt önnek a fontos, hiszen ez volt nekem a fontos. Sokszor elmondta tényleg elutasítani. Ami a személyi ambícióimat illeti, az nem állhat útjába egy ilyen megállapodásnak, ezért természetesen ebből a szempontból, ha ezt engedménynek lehet tekinteni, akkor engedtünk. Teljesen világos volt számomra és számunkra, hogy vagy ragaszkodunk a szocialisták elképzeléséhez, vagy nem lesz együttműködés a belvárosba, és én sokkal fontosabbnak tartottam az együttműködést, mint azt, hogy valakinek a személyi ambíciója ezt megakadályozza. Hangsúlyozom, hogy mindaz, amit elmondott most, bocsássa meg, tükörképként elhangozhatna az Együtt PM-nél is, hogy vagy ragaszkodnak a saját elképzeléseikhez, vagy nem lesz megegyezés. Tehát ezek szerint ön úgy érezte, hogy kisebb az erejük ebben a tárgyalásban a szocialistáknak az 5. kerületben? Nem csak az 5. kerületben, hanem mindenhol kisebb a baloldal esélye, ha nem fognak most össze. Most az Együtt PM-hez képest gondoltam. Ez egy olyan vita köztünk, ami most majd az október 12-e fog megmutatni, mert ugye egy más koncepció mentén politizál az Együtt PM. Én abban hiszek, hogy erős baloldali szövetségkel,
abban hiszek, hogy ebben erős baloldali MSZP-re van szükség, és én a jelen pillanatban annyit tudok tenni, hogy ezt a belvárosba ezért az elképzelésemért mindent megteszek. A belvároson kívül jelen pillanatban nekem nincsen politikai felelősségem, csak véleményem van. A politikai jelöltnek a személy ambíciója csak az egyik harmada annak, hogy miből áll egy jelölt, a másik az az, hogy mennyire esélyes, a harmadik pedig az, hogy milyen politikai stratégiát képvisel. Azt mondta, hogy ő lemondott a személyesről, azt mondta, hogy az Együtt PM-mel más politikai elképzeléseik vannak, a harmadik pedig az esélyesség kérdése. Mit gondol Juhász Péter esélyeiről, vagy akár a sajátjáról, amelyről már lemondott, és azokról a kritikákról mi a véleménye, amelyek hát sokszor vádaskodások Juhász Péterrel kapcsolatban. Önről például a Fidelitas azt nyilatkozta, a szocialista Steiner Pál legalább nem büntetett előéletű szemben Juhász Péter. Hát ez egy nagyon kedves nyilatkozat volt a illetőktől, nem is tudom, hogy kicsodák egész pontosan, mert ennek a fiatal embernek a politikai szerepére én soha nem találkoztam még a belvárosban. Én ezt a nyilatkozatot nem is szeretném minősíteni. Ami az esélyességet illeti, ezt nem tudtuk eldönteni, hogy ki az alkalmasabb jelölt. Nyilván a szocialisták támogattak engem. Meg kell mondjam, hogy a demokratikus koalíciós támogatott nagyon sokáig. Juhász Péterrel ebben a kérdésben nem tudtunk megegyezni. Nekünk volt olyan ajánlatunk is, hogy egy közvéleménykutatást rendeljünk meg, és mérjünk szeptember közepén. Erre miért nem került sor? Azért nem került sor, mert ettől az Együtt 2014 elzárkózott. Ebből következően én nem tudtam más tenni, miután láttam, hogy a személyi ambíciók mentén repedhet ez az együttműködés, hogy ezért én elfogadtam azt, hogy próbálkozzon Juhász Péter a belvárosba. Mi minden segítséget meg fogunk neki adni, ami a mi politikai kereteinkbe belefér. Én azt gondolom, hogy miután ő aláírt ezt a megállapodást, tudja, hogy egy együttműködés és fogja segíteni őt a belvárosba, ezért figyelembe kell neki venni ezeket a politikai szempontokat, és nagyon remélem, hogy jó kampányt folytat, és meglepetést szolgáltat a belvárosba, mert hangsúlyozom, hogy nagyon sokáig az Együtt 2014 a belvárost egyébként esélytelen kerületnek tekintette, és ez ellen is tiltakoztam, e szemlélet ellen. Mi a véleménye a másik szemlélet ellen az esélyes kerületben, például Angyalföldön, abban a régióban, ahol nem lesz koordinált indulás? Tehát csak az lesz, bocsánat. Nézze, én azt gondolom, 20-valahány éve ismerem Tóth József polgármester urat és az ő csapatát. Egyik legsikeresebb ellenzéki polgármester? A legsikeresebb, nem az egyik, a legsikeresebb. Nyugodtan mondhatjuk, hogy a baloldal bástyája volt, van és lesz, meggyőződésem, hogy ez a kis purparlé, amit most itt kikerekített a két másik politikai párt, ez az angyalföldi választásokat nem fogja befolyásolni. Nem árthat például ott az ellenzék? Nézze, az együttműködés mindig jobb, mint a különmenetelés, de azt gondolom, hogy Tóth József polgármester úrnak olyan magas az elfogadottsága, hogy ez nem veszélyezteti a baloldal győzelmét a 13. kerületbe. Egyébként meg az egész vitát őszintén szólva sajnálatosnak tartom, mert nem igaz az, hogy nem indulunk együtt, hisz az egész Budapestet illetően konkrét politikai megállapodás született abban is, hogy hol indít az Együtt 2014, hol indít a DK, hol indítanak a szocialisták, és hol, melyek azok a keretek, amit egyébként hibának tartok, melyik azok a keretek, ahol viszont külön indulunk, és ezzel gyakorlatilag a Fidesznek felszolgáljuk ezeket a kereteket. Én ezt tartom komoly politikai hibának, ezt a véleményemet fenntartom, de minden megteszek azért, hogy a kampányban jó szerepeljünk, és a választásokon jó szerepeljünk. Köszönöm szépen, hogy mindezt elmondta és eljött. Én is köszönöm szépen.